Nagy szeretettel köszöntjük kedves közönségünket, Sztélo Gábor Evangélikus Gimnáziumból jöttünk, és fogadják a darabunkat nagy szeretettel. A foltmanók kicsi fából készült emberkék voltak. Mindannyian éli fafaragó mester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen áll, ahonnan szép kilátás nyílt a folt manó kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt, az egyik szőke, a másik barna, némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Két dolog azonban közös volt bennük, ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak. Minden manónak volt egy kosara tele aranycsillaggal és szürke ponttal, és egész életükben minden áldott nap ezeket ragaszgatták egymásra. A csinosak és a jóvágásúak, akik élére vasaltulát tartak és jól fésültek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik kopott és gyűrött ruhákban jártak, vagy kócosak voltak, azok bizony csak szürke pontra számítottak. Némelyiküknek rengeteg barátja van. Még másoknak egy is alig akad. A tehetségesek is csillagot kaptak, például rengetegen nagyon jól sportoltak. Az ilyen ügyes sportmanót mindig elárasztották csillaggal. A másik sportmanó gyors fejszámoló volt. Így az ilyen okos foltmanók aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Például némelyek gyönyörű dalokat játszottak. Gumi Maté! Így az ilyen jóvakúak is kaptak csillagot. Mások viszont nem voltak olyan ügyesek, nekik mindig csak a szürke pont jutott. Kislányom, mi az az egyes? Ez egy számra, talán azt mondta, hogy ez egy elég erős egyes. Ez nem egyes, hanem ötös kell. De anya? Nincs de. Menj fel a szobába és tanuljál. Ha itt folytatod, nem lesz belőle senki. Szobafogtaság, nem megszerezett egy kínálás. Az ilyen bántó mondatok egy gyerek egész életére kihatással lehetnek. Sokszor éppen olyan felnőtt lesz az ilyen gyerekekből, amelyeknek sosem akartak lenni. Megkeseredett, türelmetlen és ígérőt emberekké válnak. Ahogy ezt a most következő állásinterjú jelenetből is láthatjuk. Én a következőt. Ja, ezt vegye fel, azt ragasztott el magát. Nekem mindegy, hát. Mutassa, hol tanul. Ebben már egyetemben? Ezt tanítják az egyetemben? Mindegy, amúgy is a kávéfőzés a kárcán. Jöve is ezt mondta, azt mégis beletanult. De előtte feltennék önnek egy fogós kérdést. Tudja, ki Litvánia pénzügyminiszter helyettes? Nem tudja? Így akar hozzánk jelentkezni? Nemzetközi mosógépszerelő céghez?
ezt küldje be a következőt. A formalok még a párkapcsolataikban sem tudják befejezni pontjaik osztogatását és egymás folytonos piszkálását. Nézzük meg erről is egy jelenetet. Olyan példa, most leteszem, mert kezdődik a meccs. Na, szia! És álmon is embert arról, hogy újra aranycsillagú vízszergének ruhácskáján. Pancsnála is egy ilyen folytmaló volt. Próbált tudományosan beszélni, de csak halandzsázni tudok. Tegnap este a kontextuson... Micsoda? Akarok mondani a kongresszuson azt a döntést, Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. De tudjátok, hogy hogy értettem? Pontosan tudjuk, hogy értettem. De hát én ezt csak... Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot. Pusztán ezért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen fa manó volt. Luciának hívták. Nem mintha a többiek nem ragasztottak volna rá a matricákat, csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely manó emiatt felnézett rá és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillag sem, és raktak rá egy szürke pontot. Ám az is leesett. Rajta miért nem maradtak meg a matricák? Szerinted fogadni fog majd? De Lucia ezt már nem hallotta meg, így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Felkapaszkodott a helytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szemeszája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búgáig ért. Lábújjegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapácsina olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancsinálló nyert egy nagyot, és elindult kifelé. De ekkor... Pancsinálló, de örülök, hogy láttad. Gyere közelebb, hadd nézzelek meg. Te tudod a nevemet? Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Úgy látom, összegyűjtöttél néhány szürke pontot. Igen, én ide tényleg nem akartam, én próbáltam jól lenni, csak... Előtte nem kell szabadkoznod. Én nem foglalkozom azzal, mit mondanak, mit gondolnak rólad a portmarról. Tényleg? Tényleg. És neked sem kellene. Hát kitől, hogy
azt gondolom, hogy te nagyon értékes sportoló vagy. De hát én értékes? Hát nem is tudok gyorsan fejben számolni, a biceps nem sem 50 centis. Mit számítok én nekem? Az enyém vagy. Ezért fontos vagy nekem. Minden nap vártam, hogy eljössz hozzám. És találkoztam én egy olyan manóval, akik nem ragadtak meg a pontok. Tudom, mesélt róla. És rajtam miért nem ragadtak meg a matricák? Azért, mert elhatározta, hogy fontosabb neki, hogy én mit gondolok róla, mint mások. A matricák csak akkor kapannak rá, ha hagyod. Tessék? A matricák csak akkor kapannak rá, ha fontosabb neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevésbé aggódsz a matricák miatt. Érted? Azt hiszem, hogy még nem. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke foltokkal. De egyelőre gyere el hozzám minden nap, hogy emlékeztesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Mert én nagyon értékesnek tartalak, mert én alkottalak, és én sohasem hibázok. Azt hiszem, komolyan gondolja. És miközben ezt mondta, már le is gurult róla egy szürke pont.